Köszönjük szépen, Zsigmond! Ez a frankó, amikor meghallunk más oldalakat is, nagyon jó volt és megindító. És akkor folytassuk, Fodor Sándor, bár az előbb még rázta a fejét, most meg már azt mondta, hogy mégis csak eszébe jutott valami, és én azt mindig nagyon várom, amikor Sándornak valami eszébe jut. Köszönöm szépen! Fodor Sándor vagyok, aki még nem ismerne. Tényleg úgy volt, hogy nem szeretnék hozzászólni, mivel megszólítottam, meg nevemmel szólítottál, így illik. Igen, annak a demonstrációnak az volt a neve, jelszava, hogy elég volt, ne tovább. Ugye le kellett adni a Teve utcába, hogy miből elég és miből nem tovább, hát ott a Teviza hitelekre volt ez jó kihegyezve. Ugye az árték is akkor tartották 21-én, vagy akkor tartottátok a demonstrációtokat. Mindenféleképpen annak az előkészületének is, illetve hát egy közös nagy demonstrációnak az előkészületének gondoltam én azt. De miből volt elég, és mi nem, miből ne legyen már tovább? Mindjárt tudjuk és látjuk, csak valahogy nem fogalmazódik meg bennünk, hogy ez egy látszatvilág. Minden csak látszik. Úgy látszik, mintha ez lenne, mintha az lenne, közben hatalmas humbuk az egész. Ugyanilyen, tehát mondják, hogy virtuális világban élünk. Igen, de ez ennyire nem. Tehát ennyire nem, hogy velünk hitessék el, hogy ők, amit elképzeltek, azt mi higgyük el, és majd ők irányítják az életünket. Látszat maga a devizahitel. Látszat maga az opciós szerződés egy gépjármű hitel kölcsön szerződés esetén, mert nem kapjuk vissza. Ugye három bank van, ha jól tudom, három pénzintézet az, amik nagy könyörgésre visszaadja az opciós szerződés után, lejárta után a törzskönyvet. De mondhatnám sorba, hogy mi a látszat. Látszat az intézkedése a politikusoknak. Látszat az, hogy ők oda bekerülnek és minket képviselnek, nem minket képviselnek. Látszat a nevük, hogy ők képviselők, nem, ők megélhetési politikusok. Így van. Mind egytől egyik. Ha véletlen bekerül oda valaki, aki úgymond nagyon nemes szándékkal és nagyon nemes célokért megeszik. Azt hiszem így mondják valahogy, hogy korpa közt elveszik a disznó, vagy valami, megeszik a disznó, köszönöm szépen. De valahogy így történik, többségben vannak azok, és rákényszerítik, és minthogyha injekcióznák, vagy valamivel beoltanák őket, de abszolút megváltozik a véleményük mindenről. Én több országgyűlési képviselőt, fideszest kerestem meg, akik ketten élnek ott Soltvadkerten mi nálunk. Az egyik pont a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal elnöke, a másik meg... Én Szélkakasnak hívom, és ezt kimerem itt mondani, mert ő MDF-es volt, de most már fideszes. Ő a Font Sándor, a mezőgazdasági tárca elnöke, vagy bizottság elnöke. Valami nagyon magas pozícióban van, de ő a hatos számú választókörzet választott képviselője. És amikor megkerestem őket, hogy az OVT-t, az Otthonvédelmi Tanács nevében szeretnék velük egyeztetni és a kéréseinket átadni, mind a ketten elpróbálták tusolni, és azt mondták, hogy hát nem az ő hatáskörük. Hát akkor rákérdeztem a kormányhivatal elnökére, hogy jó, rendben van, én tudomásom szerint a kormányhivatalnak 18 fő feladata van, abból én szerintem 4 abszolút érintett devizahitelügybe. Fogyasztóvédelem, egészségügy, szociális rászorultság, segítsetek ki, van még egy negyedik, ami abszolút. És nem javított ki, azt mondta, hogy igen, keresünk egy időpontot és beszélgessünk. Hát ez azután, az ővele nem sikerült beszélnem, pedig utána megkerestük a lakásán is, többen, egy hétvégén, úgy, mint most a miniszterelnök urat, becsöngettünk hozzá, és egy levelet adtunk át az elnök úrnak, és hát először nagyon kedves volt. De amikor rátértünk arra, hogy az esküje, hány esküje van? Van az országgyűlési esküje, ugye a képviselő esküje, de van neki egy pártesküje is, és sajnos ez a párteskü, ez fölülír mindent. A frakciófegyelem fölülír mindent. Nem dönthetnek, nem mondhatnak saját egyéni véleményeket, mert a frakciófegyelem rászorítja őket, persze pénzbírsággal, tehát megfenyítik őket természetesen, sőt, esetleg ki is elpludalják onnan. Na mindegy, azt mondta neki, hogy megint nekünk, hogy nem az ő hatásköre, akkor egy-két kérdést még feltettünk neki, akkor azt mondta, hogy azt már zaklatásnak veszi. Én meg tudtattam vele, hogy hát ezért jöttünk tulajdonképpen. Hogy zaklassunk, mert minket is a házunknál zaklatnak, a lakásunknál zaklatnak, a behajtók, a telefonokkal zaklatnak. Igen, akkor mi is ezt csináljuk. Na visszatérek erre a látszat dolgokra, mert valahol itt van a kutya elásva. A látszat dolgokkal. És azt kérem azokat, akiknek politikai ambíciójuk van, és szeretnének
ténykedni, és azt kérem, hogy szolgálják a népet. Szolgálják. Ne képviseljék, szolgálják. Nagyon lényeges. Egy tisztelet nem attól lesz, én szerintem, hogy valakit kineveznek egy beosztásra, hanem a tiszteletet azt majd ki kell érdemelni. Egy kinevezés az csak kinevezés. Az egy bizalom. Azzal csak bizalmat kaptak. Majd a szolgálat során kiérdemelték, akkor jár nekik a tisztelet. De azt szeretném kérni tőlük, hogy a látszatot kerüljék. A látszatot mindenbe kerüljük. Ne tűnjön annak, mint a megmentés. Úgymond ők már megmentésnek hívják, persze, de tudjuk, hogy miért. Mert ennek kampány szaga van, és ugye a megmentésnek adomány, meg hát persze én segítek rajta című történet, és annak olyan visszacsengése van. Nem. Mi azt kérjük, még lehet, hogy a védelem se jó szó. Azt kérjük, hogy tartsák be azt, amire esküdtek. Azt esküdték, az a képviselői eskü szövege valahogy így van, hogy a törvényeket, nem az alaptörvényt, és betartjuk, és betartatjuk. A törvényt betartjuk, és betartatjuk. Hát akkor kérem, tartsák be. Erre esküdtek. Annyit kérnék még tényleg, hogyha csináljuk tovább, amit az Árpi is mondott, ha esetleg elhúzódik október 23-ára, és egy nagyobb demonstráció lesz, ne látszat demonstráció legyen. Akkor tényleg az legyen, hogy oda megyünk. Látszat intézkedések ellen, látszat demonstrációval semmire nem megyünk. Én nem azt mondtam, hogy embertőjünk, nem azt mondom, hogy vérfoljon, nem mozduljunk el onnan. Az már sokat számít. Köszönöm, hajrá! Hajrá!